Tisztelettel köszöntöm a kedves nézőket. Visszatér a fehérvári kispályás bajnokság a Fehérvár Televízió képernyőire, hiszen volt már rá példa a nem is olyan régi történelemben, hogy rendre beszámoltunk az első osztály történéseiről. Nos, a következő, vagyis előttünk álló szezonban egy-egy mérkőzés minden hétvégén képernyőre kerül. Az első osztály küzdelmeiből tehát, amelyben 11 csapat versenyez, és a második forduló bonyolódik-e héten. És a pályán a feketemezes Döcös csapat, amely a bajnoki címvédő, így módon ebben a szezonban is az egyik esélyes mindenképpen, sárgában pedig vele szemben a Pelszotul, amely csapatról azt kell tudni, hogy a másodosztályból jutott fel, második volt a másodosztály A csoportjában, és vállalt az első osztályú indulást, és nagyon jól sikerült a belépője az első osztályba, hiszen 7-0-ra győzött az első fordulóban, így módon tulajdonképpen rangadónak is tekinthető játéka a Döcössel, amely viszont nem tudott nyerni bajnoki címvédőként az első fordulóban. Egy-egyet játszott a Masterplasztal, de ezzel együtt azért azt gondolom, hogy a reális erőviszonyok alapján a feketemezeseket kell esélyesnek tekintenünk, hiszen összeszokott régi motorosok, rutinos játékosok, köztük volt nagypályás NB1-es játékos is, futszálban is rutint szerzett futballisták, úgyhogy gyakorlatilag a futball minden műfajában otthonosan mozgó, de hát ma már tényleg amatőr játékosok a Döcösben, hiszen a kispályás bajnokságban amatőrök játszanak, ami nem jelenti azt, hogy ne tudnának futballozni. Nézzük tehát a mérkőzést, az első helyzet, amely kialakul egy sarokrúgás után, Bobori Balázs rúgta fölé, 10-es mezben kollégánk, újságíró, sportújságíró Balázs, ugye a Fejér megyei hírlap újságírója, de hát jelen minőségében inkább emlékezünk meg arról, hogy a videóton van az NB egyik vitte, még Verebes József edzősége alatt, tehát azon kívül, hogy természetesen futballista családból származik, őnek is személyesen is van NB1-es múltja, nem csak édesapja az egykori kiváló videótól játékos révén. És akkor nézzük majd folyamatosan a többieket is. Somogyi Szabolcs húzogat itt 8-assal. Béres Zoltán, a 7-es számú játékos, akinél most van a labda, őt is a videótomból, és aztán a Fehérvár futszálból is ismerhetjük, hiszen a futszálosoknak még csapatkapitánya is volt, és majdnem ő érkezik oda, sőt, aztán visszakerül hozzá a labda. Bobori! Csizmadia Gergőről vágódott le a lövés, sárgában tehát a Pelszotul alapvetően védekezik itt a meccs elején. 2x25 percet játszanak a csapatok, a helyszín pedig a Phoenix csarnok műfüves pályája, erre a szezonra költözött ide az első osztály, mert az előző idén még a Köfém csarnokban, tehát egészen más pályaborításon játszották, ehhez is szokni kell, de hát az itt lévők nagy része azért szokva is van. Megvan az első kapura lövés a Pelszotul részéről is. 13-as számú Simon István, aki a góllövő lista harmadik helyezettje volt tavaly a másodosztályban 21 góllal, ő eresztette meg. Két olyan csapatról van szó, amelynek összeszokottságára abszolút nem lehet panasz, hiszen a Pelszotul is hosszú évek óta együtt játszik, a Törzsgárda, így aztán láthatunk szép folyékony játékot, jó akciókat és vélhetően helyzeteket, majd gólokat is, mert hát mégiscsak az lenne itt is a lényeg. Somogyi Barna a Döcös kapujában, Béres Zoltán, Somogyi, Szabolcs, Horváth Zsolt, Molnár Viktor, Bobori, Balázs, legalábbis az előzetesen leadott névsor. Bobori megint mellé. Egyelőre nincs szerencséje, rendre a második hullámban érkezik, rutinos rókaként ő már nem törizúzza magát ott a védők között, és a lecsorgókat próbálja, illetve neki visszapasszolt labdákat kapura tenni. A másik oldalon Horváth Péter a kapus, akinek most egy hazaadással gyűlt meg a baj a kis híján. Horváth Péter, Kéri Péter, Nagy Zoltán, Csizmadia Gergő, Tóth Balázs és Jónás Péter. Ez volt leadva a kezdő névsorként. A Felszotulnál, a többieket is megismerjük majd. Ez most egy korán elhalt Döcös támadás volt, Horváth Zsolt. Elég nagy fölénnyel nyerte, illetve lett másodika, lehet ezt mondani. Csak a Fehérvár spedelőzte meg a Pelszotult a másodosztályban, de az a két csapat tulajdonképpen kiemelkedett a mezőnyből. Csizmadia Gergő próbál indítani, majd menni a labdáért, de szabálytalankodik. Steiner Balázs a mérkőzés játékvezetője, Bobori fordul.
most is rutinosan visszább lépett, hogy meg tudja kapni a társtól a visszapasszolt labdát, aztán egy kisebb letámadás, és ez jól sikerül, hiszen sarokrugást harcol ki Horváth a túloldalon. Az első ilyen sarokrugásból ugye emlékezhetünk rá, hogy Boborinak volt helyzete. Folyamatosak a cserék, a kispályás fociban nem kell külön jelezni, úgyhogy érkeznek újabb játékosok. Béres lövését szedi fel Horváth Péter. Aztán kapja vissza a labdát Galler Ákostól, de már a döcös kapusánál, Somogyinál, majd Béresnél. Horváth előre, Bobori próbálja tovább. Rehák Viktor volt az iménti, nem Horváth, ő is játszott a Vidiben. Most van Horváthnál a labda, és ő adja el. Béres kicsit már előrébb volt annál a vonalnál, amelyek mentén passzolt Horváth. Tóth Balázs. Tóth Balázs azért emelném ki így előre, mert tavaly ő volt a másodosztály vonatkozó csoportjának a gólkirálya, 30 góllal. Persze itt a kispályás fociban is, igaz Fehérváron is, hogy az első osztály, mert egy kicsit más kávéház, de mindenképpen gólerős játékosról beszélünk. Somogyi passzolja előre a labdát, Horváth. Rehákot kereste volna, ez szerintem nem kapuralövés akart lenni, ahhoz túl gyenge volt. 6 perc telt el a mérkőzésből, egyelőre nincs gól, de nyugodtan mondhatjuk, hogy bőven benne van a döcös játékában. Perszotó pedig láthatóan szervezett védekezésből akar inkább ellentámadásokat vezetni. Na ez most lövés volt, vagy mondjuk így inkább, hogy lövési szándék Horváth részéről. Ez most nem jött be Tóth Balázstól. Kéri Péter előre, visszafejelik Bobori. Itt vízilabdában a center középen helyezkedik, megjátsza a társat, Rehák. Béres. És elindítják előről. Somogyi jön előre. Vigyáznia kellett, bár volt, vagy lett volna, aki besegít, hogyha elveszíti a hátulról előre húzódó játékos a labdát. Elsuhan a kapu előtt Galler lövése. Érezte Somogyi, hogy nem kell hozzáérnie. Ezzel együtt nem lehet azt mondani, hogy a Perszotul át se jönne a másik térfélre. Persze egy 7-0-ás kezdéssel, ami az első fordulóban volt, lehet is önbizalmuk, még akkor is, hogyha ezúttal a bajnokkal játszanak. Bobori, szép megoldás, Rehák ezúttal itt a jobb oldalon, nem sokkal tévesztette el a hosszú sarkot. Ebben Bobori Balázsnak is elévülhetetlen érdemei lettek volna, aki tavaly 11 gólt szerzett az első osztályban. És még egy bő órával ezelőtt amúgy edzést vezényelt itt a Phoenix csarnokban a Phoenix egyik legifjabb korosztályának. Na most Tóth Balázstól, a másodosztály gólkirályától is láttunk egy kisebb villanást, bár a többiek szólnak neki, hogy inkább egyből lője. Horváth, Bobori, ismét egy pengés megoldás, ez nagy helyzet volt, nagy védéssel Horváth Péter részéről. Egyelőre a Perszotul kapusa ragyogóan tartja csapatát. Horváth Zsolt fejeli vissza a labdát. Béres. Palánk van a pálya körül, de nem az a kispályás foci ez, amelyben palánkra játszanak. A vonal számít. Oldalról viszont dobni és rugni is lehet. Bobori, hát tőle azért, hogyha fedezi a labdát, nagyon nehéz elvenni. Kéri. Leghátul Tóth Balázs, a góllövő ember, de hát ebben a műfajban nincsenek azért igazából kötött posztok. Jöhet a Perszotul, és egy, hát mondjuk úgy, hogy amennyire bátor, annyira rosszul sikerült lövés. Simon István, pedig neki is van érzéke azért a gólhoz, hiszen 21 gólt szerzett az előző szezonban, még a másodosztályban. És azzal harmadik volt a góllövő listán Holt versenyben. Nagyon népszerű és hosszú történelme van a kispályás focinak Fehérváron.
erre lehet építeni, és épít is az Alba Liga, már az MLS égisze alatt zajlik ez a versenysorozat is. Hú, de szép volt ez a labda átvétel. Egy-két pengés megoldás azért mindkét oldalon van, látszik, hogy ezek a játékosok nem csak csapatként összeszokottak és erősek. Úgyhogy ez kétségkívül az élvezhető meccsek közé tartozik. Somogyi Szabolcs passzolt oldalra, Rehák középen, visszavenni a bal lábára, pedig a jobb a jobb. Somogyi, Rehák, Béres már helyezkedett és kapja is, és Horvátnak kell ismét védenie. A felszabadító rugás pedig a Vas Gerendáról jön vissza, ilyen esetben bedobás következik a másik csapat javára. Béres nem cifrázza, ketten is hozzáérnek, aztán a harmadik rárugja a negyedikre. Jó kis flipperezés volt ez. Tizedik perc. Péres! Ez volt eddig a legjobb kísérlete a nagy lövőkedvű játékosnak. Simon és Nagy Zoltán játszik össze. Nagy érkezik aztán, Béres pedig becsúszik, amit itt szabad, de itt sem szabadul fel a döcös kapuja. Csak most átmenetileg bedobás lesz. Sportszerű volt eddig a mérkőzés, most ugyan ránéz Somogyi Szabolcs a játékvezetőre, de nem történt szabálytalanság. Hopp! Felpörgő labdával volt gondja egy pillanatra a döcösnek, Béres pedig azt sérelmezi, hogy minthogyha rá vagy belekönyököltek volna a homlokába. A pálya 23-as a Csizmadi, a Dávid is, a Pelszotulban, a sárga mezeseknél tehát egy nagyon fiatal játékos. És Kalapács Norbert is, az ő nevét sem mondta, még ő is csereként állt be, de nem ülő most, hanem Nagy Zoltán mellé. A kapura lövési arány is egész kiegyenlített. Lassan a feléhez érünk az első fél időnek. Egyelőre nincs gól. Simon haza Horvátnak. Most van a fiatal Csizmadi a Dávidnál. Nagy Zoltán. Jól lépett ki Somogyi Szabolcs, és aztán elveszíti. Ez így most létszámfölény volt egy pillanatra. Balázs kicsit sokat várt, Tóth Balázs. Aztán pedig megpróbálja kihasználni a testi erejét is, de hiába fűzte fel egy kötényel Bérest, utána már ő volt szabálytalan. Hogyha egyből játszott volna egyébként egy kis pályán, akár perdöntőnek is számító 3-2 elleni kis játékot megcsinálhatott volna a Pelszotul. Ha a létszámfölény van, akkor az általában gól. Most nincs, óriási a tömörülés, és ebből lesz egy levágódó lövés, Kalapácsról ment be. És láthatjuk, hogy rugni is lehet oldalról. Rehák, és átcsorgott a labda Horváton, de nem becsorgott. Folyamatosan cserélnek a sárga mezesek, eléggé fárasztó lehet ez a védekezős, odafigyelős játék. Béres, nem jó kapta, elégedetlenkednek is a nézők, akik a döcösnek szorítanak, vagy pedig maga a döcös kispadjára jött ez a kis elégedetlen hang. Béres. Vannak azért érdeklődők, bár elég késői időpontban játsszák ezt a mérkőzést. Csütörtök a versenynap itt az első osztályban. 7-kor, 8-kor és 9-kor is este van találkozó. Ez most ugye 9 órakor kezdődött, úgyhogy rendesen bejárunk a csütörtök estében a felvétel idején. Most Doma Zoltán vette át Bobori szerepét, aki pihenőt kapott, és ő várja háttal a kapunak a labdát, hogy visszajátszhassa, vagy kapura fordulhasson vele. 11-essel a döcös játékosa.
És egy jó sikerült lövés. Nem a kapufáról, hanem mögül lepattant vissza a labda, ezért kirúgás következhet. Béres, 15. perc már. Horváth lépett ki jól a kapujából. Ez a labda sem jutott el a centerhez, vagyis Doma Zoltánhoz, Horváth Péter. Simon elég nagy elánnal kezdte a döcös a meccset, de most már azért ők is óvatosabbak. Időnként egy-egy sípszó a másik pályáról is áthallatszik, hiszen itt a Phoenixben párhuzamosan mennek a meccsek két pályán. Béres elégedetlenkedik, de nem ítéltek szabálytalanságot. Most is elveszíti a labdát. Elég sansztalan volt Kéri egyedül, de egy szabad rúgást azért ki tudott harcolni. Közben próbálok rájönni, de a hivatalos csapatlistán nincsen 21-es számú játékos a döcösnél, ezért nem tudom, hogy ki az illető, de meg fogom tudni. Nézzük a Perszotú szabadrugását, jó kis löket volt bizony Kéritől. Somogyi Barna azonban a helyén volt, egyelőre mindkét kapus nagyon magabiztos, és néhány nagy védést már bemutatott. Szervezete határozottan és szabályosan védekezik a Perszotú. Bár egy-egy megjegyzésből úgy tűnik, hogy a döcösnek erről nem ez a véleménye. Érkező ember! Most hiba volt a védő részéről, hogy elengedte Horváth Zsoltot. Lehet, hogy úgy érezte, nem éri el. Most a sárga mezesek reklamálnak, gyorsan lett elvégezve ez a bedrugás. Rehák. Visszarendeződik a Perszotul, de így is volt lövés. Béres. Ez is a tetőt érte, jöhet a bedobás oldalról, vagy berúgás. Béres. Jó a labda levétel. És a lövés is, hát ha megpattan valaki, nem olyan jégkorongos módra. Rehák. Közben sikerült megtudni a 21-es játékos nevét, Kellner Zsolt, de ő nekem hármassal volt leadva, illetve a hivatalos adatbankban is úgy szerepel, ezért nem volt egyértelmű. Na, nem mint hogyha sokat számítana, hiszen egyelőre nem nagyon volt játékban. Persze túl akció, és egy lövés, ami éles szögből nem is volt túl veszélyes, de Kalapács nagyon gyorsan fejlődött ott fel a támadáshoz. Lassan az utolsó 5 perc kezdődik az első félidőből, nincs még gól, hiába gondoltam én is, meg nyilván sokan is, hogy ez egy gólgazdag műfaj. Kellner tehát a labdával. A helyzetek persze megvoltak hozzá, újra ott van Bobori, kicsit pihent. Megint lehet föllőni a labdákat. Igen. Somogyi cselezett, majd kellett futnia a saját labdája után. És már a másik kapusnál, Horváthnál. Nagy.
nagyon sokáig veretlen, sőt 100%-os volt az előző szezonban a Döcös, gyakorlatilag nem nagyon tudták megszorongatni. És hát végül is 22 mérkőzésből 18-at nyert meg az előző bajnokságban, csak 4-et veszített el, úgyhogy fölényben játszott mindenképpen, lehet mondani, az egész mezőny előtt. Ahogy említettem, itt az első körben egy 1-1-es döntetlen a Masterpalasztal, és most még a Perszotulon is csak keresi a fogást a címvédő. Bobori vonta ki magát ide a bal oldalra, de nem oda, ahova a labda érkezett, amiről nem ő tehetett. Szép pörgetés, itt kell látni kispályán, legalábbis a rutinos csapatoknál, hogy a levegőben játszanának, de majdnem bejött. És ez is szép. Jól tartotta meg Kéri, sőt játszotta meg a labdát, ez meg még talán elérhető lett volna. Tisztáztak Jónás elől. Ő dobhatja be a labdát. Igen, hát fejre játszani is maximum bedobásnál szokás. A hátsó embernek nagyon figyelnie kell, nagy oldalra. Jónás. Érdemes megfigyelni ezeket a, hogy úgy mondjam, zömökebb alkatú játékosokat, mint amilyen Bobori vagy a másik oldalon a sárga mezesek között a hármas számú Kéri Péter, mert a látszatcsal egyrészt azért tudnak ők fordulni, nem is feltétlenül lassan, másrészt az alkatukat ragyogóan használják ki a labda fedezésekor. Kérdés csak az, hogy egyedül maradnak-e, vagy érkezik társa, akivel összejátszhatnak. 22. perc. Kellner. Bobori. Na, most ahogy mondtam, a fejes ritka, de ez ráadásul fájó fejes volt, mert Bobori összefejelt az ellenféllel, aki védőként a háta mögül érkezett, és úgy látszik, hogy a Döcös támadójának fájt ez jobban. Csizmadi a Gergő kér elnézést, bár nem nagyon van miért, hiszen mind a ketten a labdára mozogtak. Ettől persze még a csatár érezheti úgy, hogy szabálytalankodtak vele szemben. A játékvezető megállította a játékot, hiszen látható volt, hogy nincsenek jól az ütközésben résztvevők, de most már folytatódhat. Boborinak azonban el kell hagynia a pályát, ezt mutatják. Amennyiben vérzik a szája, akkor ez mindenképpen jogos a szabályok szerint. Úgyhogy cserélni kell, Somogyi Szabolcs érkezik a Döcösbe. Ez pedig baj, lehet, hogy egy kis hosszabbítást von maga után. A hosszú saroknál éppen Somogyi. Nem igazán tudták még őt felvenni a sárga mezesek. Nem feltétlenül van persze minden meccsen gólözön, ezt a Döcös 1-1-es eredménye is mutatja az első fordulóból. És hát most is, bár mennek előre a csapatok, nagyon alaposan odafigyelnek a védekezésre is, így aztán jönnek az ilyen kis kétségbe esett és elvetélt kísérletek, nagy lövések. Somogyi Szabolcs. Horváth Zsolt. És egészen Somogyi Barnáig hátra. Rehák. Béres is ismét játékban. Visszahúzta volna a bal alsóba. Közben a játékvezető azt vette észre, hogy Boborit rendbe hozták. Átszaladt le ellenőrizni a Döcös centerét. Ezúttal Kellner tette bele bátran a fejét a labdába a kapus kirúgás után. Csizmadia. Horváth. Elvileg az első félidő utolsó perce, kérdés, rátesz-e valamennyit a játékvezető. Rehák jön, és előle tisztáz Nagy Zoltán. Horváth Zsolt. Rehákot megint megelőzik, és ebből akár indulni is lehet. Kalapács. Lőttő már onnan, vagy még onnanabb, kicsit még élesebb szögből. Béres. Ez jó labda Reháknak. Vissza Béreshez. Ballal, az nem az igazi, de ha eljutott volna
Boborihoz a labda, akkor ez gólpassznak még megtette volna. De már a másik kapu előtt lehet helyzet, ha visszakapja Csizmadia. Jó figyeltek. És ennyi volt az első félidő. Egyelőre nincs gól tehát a Döcös Pelszotul meccsen, de nem unatkozunk. Készen állnak a folytatásra a felek. És az odapasszolós középkezdés után a Pelszotul indíthatja az első akciót. 11 csapat tehát az első osztályban. Azért voltak problémák azzal, hogy feltöltsék a mezőnyt, de hát ez a páratlan létszám is azt mutatja, hogy félig meddig sikerült, mindig van ugyebár egy szabadnapos csapat. Bobori immár nem vérző szájjal. Ez egy jó átadás, helyzet lehet belőle, és lett is. Nagy Zoltán elé kellett Somogyinak önfeláldozóan kivetődnie. Aztán Nagy nem érti, hogy miért nem ők dobnak akkor. Én sem feltétlenül, de hát ott állt a játékvezető, úgyhogy bizonyára látta a dolgot. Bobori. Kint volt. A Pelszotullal együtt a Fehérvár Sped jutott fel a másodosztályból, és ők is győzelemmel kezdtek az első fordulóban, 4-2-re nyertek a Sárépszer ellen. Pasakebab Ring Bim volt 1-2, Pelszotul Alba Csavar 7-0, ahogy említettem, és a Boron Homeopátia verte 6-2-re a Fortranszt. Az első fordulóban még, valamint hát a már többször emlegetett Masterplast Döcös 1-1. Szóval 7. perc. Csizmadia esik nagyot, de nem szabálytalanság miatt. Horváth Zsolt átment két emberen. Ott az egy kemény rácsúszás volt. Simon István kér elnézést Boboritól. A játékvezető, jelzem, nem látta szabálytalannak a dolgot. Van olyan műfaj ugye a kispályás fociban, ahol tiltják a becsúszást, de hát ez itt nem futszál, már csak a létszám miatt sem, hiszen 5+1-en játsszák a városi bajnokság küzdelmeit. Hát hosszú és kalandos a történelme ugyebár a fehérvári kispályás focinak. Bőven évtizedekre nyúlik vissza, már a 80-as években rendeztek városi bajnokságot, és hát volt, amikor tényleg 100-nál több csapat nevezett a három osztályban összesen. Most 74-nél tartunk, ez sem rossz természetesen, hiszen így is ezres nagyságrendű a futballozók száma, akik versenyrendszerben kispályás bajnokságban játszanak. Perc, Bobori készül nagyon neki ennek a szabadrugásnak. Volt minek. Egyelőre nem tudott Horváth eszén túljárni, aztán újra Bobori csuklik össze, és egy kis hanghatással is jelzi, hogy őt ott szabálytalanul akadályozták, minket valószínűleg tényleg. Még közelebbről lőheti, az előbbi is veszélyes volt, Horváth Péter védte. Látható, hogy abszolút begyakorolt felállás egy szabadrugásnál, a kapus előtt is, a védők előtt is állnak támadók. És így lett aztán teljes a figura, hogy legurította Bobori, de Somogyi Szabolcs lövésébe beleléptek. Megint Bobori érkezett. Elmondhatjuk, hogy ő a legveszélyesebb, amikor pályán van. A második félidő elejét is megnyomja a Döcös. Bobori kapta meg Simont a nyakába, nem biztos, hogy kérte. Bedobás. Hát megilletődöttem, biztos nem játszik a Pelszotul, ezt azért a saját bőrén is érezheti a Döcös Liány játékosa. Somogyi Szabolcs bedobása, most ellenben a kapus kapott egyet, de saját csapattársától. Újabb bedobás.
Erre meg a hosszú oldalon érkezett nagy rössel Horváth Zsolt, és az ő kezére pattant a labda, meg talán lökött is. De azért vigyázni kell, mert nagyon közel van a palánk a vonalhoz, gyakorlatilag semmi kifutás nincs, ha valakit meglöknek, akkor komolyan ütközhet. Továbbra sincs gól a első osztály második fordulójának egyik rangadóján. Tóth Balázs próbált lefordulni, kihasználni a testi erejét. Ő két gólt lőtt az első fordulóban abból a hétből, amit szerzett a Pelszotúr. Rehák. Bobori. Jobb lábáról a bal lábára, és aztán föl az égbe, de közreműködő segítségével. Ez most nem tudom, hogy lett a Pelszotúré ez a labda, hiszen Bobori lövését blokkolták. Elég egyértelműnek tűnt a helyzet. Hát ebben azért hasonlít a kispályás foci a nagypályásra. Néha tévednek a játékvezetők, de nem csak ők, úgyhogy emiatt még ne kövezzük meg. Ez viszont már egy csattanós labdaszerzés volt. Lehet, hogy az iménti tévedés kicsit kiverte a biztosítékot a Döcösnél. Horváth ütött oda. Komolyabb következmény nélkül, de hát fogjuk rá ezt is a lendületre. Eltelt már 5 perc a második félidőből. Horváth, elvették tőle, és jön a lövés is. Nagy Zoltán nem csak szerelt, hanem lövésig vitte saját egyéni akcióját. Rehák. Nő a feszültség a pályán. Egy pillanatra otthagyták Horváth Zsoltot, aztán visszaszerzi a labdát, és névrokonának, Horváth Péternek kell hárítania. Ezért tudott tavaly 16 gólt szerezni Horváth Zsolt. Látszik, hogy könnyen, ha nem is könnyen, de gyakorlatilag állandóan képes saját magát is helyzetbe hozni. Molnár Viktor. Ról ment ki, és jön a bedobás, ami nem ér játékos társat. Somogyi indulhat. Éppen annyira zavarja a labda felhozatalt a Pelszotúr, nagyon taktikusan védekezve, hogy akció ne induljon belőle, sőt, egy kicsit körül brékelte a labdát most Waller Ákos, itt pedig meg lehetett volna talán az eddigi legkönnyebben a gól. Molnár Viktor hagyta ki a helyzetet. Még várni kell az első találatra, hát azért csak nem fog 0-0-ra végződni a rangadó. Itt az első közvetítésünk alkalmával, a Fehér Hollónál is ritkább eredmény azért a kispályás fociban a gól nélküli döntetlen. Rehák. Azt még sikerült továbbvinni, Bobori pedig még épp annyira tudott beleérni, hogy a kapuson túljusson a labda, de nem a gólvonalon. Somogyi a bedobással. Rugásra cseréli. Hát az amerikai fociban ez gyakorlatilag egy jó pontrugás lett volna itt. Nem sokat ért, Béres lőtte fölé. Simon. Béres. Somogyi, illetve Bobori igyekezett szabadulni az emberétől nem szabályos eszközökkel, és ezt kiszúrta a játékvezető, aki kellő határozottsággal vezet, amit azért szeretnék kiemelni, mert hát vannak rossz tapasztalatok, őszintén szólva talán az egyik Achilles pontja jelenleg a városi kispályás bajnokságnak, de nem feltétlenül az első osztályra gondolok. Az olykor bizony gyenge játékvezetés. Itt ma nincs így szerencsére, még ha volt is esetleg tévedés. Rehák. Béres. Bobori érezte, hogy mellé menne, és bele kell nyúlnia. Csak megszelídítenie nem sikerült a labdát, és most már a túloldalról jöhet bedobás. Nem elégedettek a Döcösnél. Egyelőre nincs is mivel, hiszen nincs gól. Boborit teszik arrébb. Hát a látható súlykülönbség ellenére Simon István odaállt rendesen. Tulajdonképpen büszke lehet magára, mert Bobori Balást gondolom én nem olyan könnyű földre vinni. Szabadrúgás. Rúgás.
És a szabadrúgás akkor gólveszély, Bobori már próbálkozott, most Béres fogja ezt kapura küldeni, illetve nagyon mutatja, hogy lőni fogja, Kellner helyezkedik a túloldalon, lőtte Béres, Kéri érezhette meg hátsó felével. Tizedik perc már a második félidőben. Továbbra sincs gól. Kellner. Béres. Jó labdalevétel. Hát egyelőre akár laposan, akár félmagasan, akár magasan lőnek a kapusok. Nem jönnek zavarba. Béres. Bobori ezúttal, és ez bent van. Lehet, hogy hozzáért még valaki a Döcöstől. Nagy volt a tömeg. Illetve a Pelszotultól. Azt hiszem adhatjuk Bobori Balázsnak a gólt, minden esetre megvan a vezetés a 36. percben. Fejes góllal szerzett át vezetést a Döcös, még ha nem is ez a leggyakoribb gólszerzési mód itt az első osztályban, illetve kispályán. De hát amikor oldalról jön a bedobás, mert ahogy már említettem, van erre példa. Bobori pedig a jól végzett munka jutalmaként leülhet egy kicsit pihenni, és abban a taktikában, amelyben kulcs szerepe van a kapu elé beálló centernek, most más vette át a helyét. De támad a Pelszotul, támadnia is kell. Alapvetően a meccsen azért ők inkább arra figyeltek, hogy hátul rendben legyenek, most kell valamit előre is mutatniuk, hiszen 7 gólt lőttek az első fordulóban, nyilván van bennük kapacitás, potenciál. Kellner. Nem is vacakolhatnak hátul, viszont lehet létszámfölényben indulni, ha megvan a labda. Rehák. Már pedig megvan a labda. Horváth ragyogóan zárja a szöget. Ezt is eladják. Kellner. Horváth Zsolt. Ott van az a bizonyos fönt megragadó center. Ezúttal Doma Zoltán. Hát egy súlycsoporttal ő azért Bobori alatt van, lehet, hogy könnyebben tartja meg a védő. És jön egy újabb veszélyes bedobás, Béres ezeknek úgy látszik a mestere. Azért, ha győz a Döcös, akkor 4 pontja lesz 2 forduló után, és megelőzi a Pelszotult, hiába volt gólzáporos sikerben része az első fordulóban a sárga mezeseknek. Béres. Doma. Tóth Balázs. Ez most nem sokon múlt. Megvolt az a kevés húzásból végigvitt támadás, ami az egyik esély lehet, illetve az egyik titka lehet a eredményes játékra itt kispályán. De a tavalyi gólkirály, másodosztályú gólkirály tévesztett néhány centit. A fényviszonyok főleg annál a kapunál, amelyre most a Pelszotul támad, és amit most önök is láthatnak, sajnos azért nem az igaziak, és lehet, hogy talán még romlottak is itt meccs közben, ezért elnézést kérünk. A csarnokvilágítás állapotaiért nem vagyunk felelősek, reméljük, hogy nem lesz ezzel a későbbiekben gond. Erélyes labdaszerzés után indulhat a Pelszotul, vagy indulhatna. Kellner tette föl a palánkra Kérit. Nagyon közel a palánk, mondom, a pályához, úgyhogy azért veszélyesek ezek a bodycheckek. És olykor nem riadnak vissza tőle a csapatok. Horváth hihetetlen gyorsan érkezik ki a kapuból. Most már nem először láttuk, ezúttal Domát zavarta meg vele. Tóth. Ő is jól fedezi a labdát, Béres szerette volna elkaszálni. Nem sikerült, viszont utána saját csapattársa rúgta fejbe. Simon, Tóth, Kéri,
kicsit visszaáll most a Döcös, már csak azért is, mert a Pelszó túl próbálja nyomás alá helyezni, de az is lehet, hogy innentől kezdve az a taktika, hogy gyors megindulásokból szerezni újabb gólt. Doma feküdt az ellenfél alá, szabadrúgás kifelé. Horváth, Simon. Csak óvatosan támadtak le feketemezesek. És egy jó védés Somogyitól, bár nem volt a legerősebb Csizmadi a Gergő lövése. Tíz perc van hátra a mérkőzésből, 1-0-ra a Döcös vezet. Nem tudom, mennyire hallatszanak be a reklamálások. Hát, hogy az futballpályán lenni szokott, azért nem Lőrincze Lajos stílusában mennek, de itt, ahol nincs több ezres tömeg a lelátón, jobban élvezhetők. Persze idézőjelben ezek a hangok. Doma, az igen. Most nem centerkedett, hanem rátűzte. Pelszotul egyik legjobbja a kapus, Horváth Péter. Ide kellett ez a mentés a másik Horváttól, Horváth Zsolttól a túloldalon. Már az utolsó 10 percen belül járunk. Kéri nagyon-nagyon nulla szögből gyakorlatilag még rá tudott fordulni. Aztán viszont kifelé jár már a szabadrugás. Rehák. Három támadó. És majdnem végig is vitték, megint Doma volt a befejező ember, illetve Horváth Péter a kapus, aki tisztázott. Ebből sarokrúgás lesz így. Hát nyilván nem bánná most a Pelszótól, hogyha az előző 7 gól parádéjából mondjuk egyet levonnának, és átjönne erre a meccsre, de hát utólag ezzel már nem lehet igazdálkodni. Horváth húzza le a labdát, mert hogy egyelőre itt nincs Pelszotul gól, és ez így legfeljebb egy tisztes vereséghez lehet elég most, hogy hátrányban van a csapat. A Döcös pedig továbbra sem szórja a gólokat, de a veretlenség őrzéséhez és az első győzelemhez egy is elég lehet jelen állás szerint. Kéri! Ah! Tapsal próbálta megzavarni a kapust Kalapács. Negyvenharmadik perc már az 50-ből, ami a játékidő. Horváth Zsolt. Róla ment ki. Simon István, aki szinte végig a pályán van, nem is emlékszem, hogy lecserélték volna. Hátul játszik, pedig tényleg gólerős játékos. Jónásnak tanácsolják, hogy essen el, hát ha akkor a játékvezető észreveszi a kisebb lökést. Most nem tudja igazából játékban tartani a labdát a Döcös. A védekezéssel azonban nincs gond. Béres. Béres tolja meg, és el is lövi ebből a helyzetből. Jobbal ballal olykor gyakorlatilag váltogatja, hogy mikor melyik lábbal célozza meg a kaput. Kalapács. Rehák csak annyira kíséri, hogy ne tudjon elindulni, és aztán kihasználja, hogy Somogyi megszerzi szépen a labdát. Doma tudott majdnem ráfordulni. Jónás mutatja, hogy jó volt az elképzelés, ő nem helyezkedett a legjobb helyre. Béres rúgta be a labdát, Doma pörgeti tovább, de ez így veszélytelen. Horváth. Kalapács. Láthatóan megpróbálja lendületből megverni a Döcöst, a Döcös védekezését feltörni a Pelszótól. Már a hátsó emberek rágyorsítanak, csak hát így nagyon-nagyon nehéz pontosan passzolni. Bobori jött vissza, és próbál kapura fordulni. Most nem volt sikeres,
Jónás aktívan játszik, de marad az 1-0 a Döcös javára. Hát akciódúsnak egyébként, akciódús a meccs, gyakorlatilag mindig lövéssel végződnek az akciók. Most Bobori újabb jaj kiáltása és összecsuklása, de nem történt szabálytalanság. Azért megy a lelki terror mindkét oldalon. Egy-egy beszólás a játékvezetőnek. Béres, ó, ez megint egy jó kis bedobás figura volt. Kalapács. Hát azt hiszem, hogy megjósolható, hogy nem fog szégyent vallani az első osztályban sem a Pelszotul, amelynek csapatvezetője Horváth László hosszú-hosszú évtizedek óta, nem mondom, hogy menedzseli, de tartja össze ezt az együttest. Nyilván állandóan változó személyi összetétele, hiszen vannak olyan fiatalok, akik talán nem is éltek még, amikor ő már tevékenykedett a kispályás fociban, és akik régen játszottak, de ma már esetleg csak néha állnak be, vagy nem bírják, azok is ott maradnak valahol egy-egy csapat körül. Tavaly egyébként még Horváth László is beszállt néha. Bobori! Béres érkezi, és löki saját csapattársát. Bobori viszi le a sarokba. Nála azért az NB1-es rutin is számít ilyenkor. Kihozta a legtöbbet a szituból azok után, hogy egymást zavarták. Kevesebb, mint 4 perc van már csak hátra a mérkőzésből. Most már egy újabb döcös gól az nagyon sokat érne. Hát a túloldalra Boborinak. Neki azért most már a súlypont emelkedése nem idézi a klasszikus időket. Nem tudom akkor mennyi volt, de nem idézi. Simon. Kalapács. Simon is előrébb jön most már, de türelmesen kell hátulról indítani az akciót. Geller tette hátra, Kalapács. Azért létszámfölényben vannak a védők, mint látható. Béres könyöke kellően szúrós is. Igen, és hát most már nagyon határozottak a labdaszerzési kísérletek, de ezekkel a kis szabadrugásokkal tudja egy picit lopni az időt a döcös. És hát mondtam néhány NB1-es vagy vidis múlttal rendelkező játékost, a többiek között is azért bőven van, nem csak ebben a két csapatban, hanem az egész mezőnyben, aki ma is mondjuk alsóbb osztályban focizik, hiszen az nincs tiltva. Kérdés persze, hogy az adott csapatvezetők hogy állnak ehhez a témához, hogy a futballisták futszálozzanak, kispályázzanak, de hát ugye mondjuk NB3-tól lefelé, vagy már ott is azért inkább az amatőrizmus a jellemző. Úgy meg azért nehéz megszabni egy játékosnak, hogy mondjuk csütörtök este ne játszon kedvére kispályán is. Kicsit indulatosabb hozzászólások itt a végén már a játékvezetőkhöz, de szoros meccsen, ahol tényleg nagyon kevés van a két csapat között, érezhető, hogyha itt a végén már a nagy akarat és lendület olykor indulatokba csap át. Alapvetően azért nem sportszerűtlen a meccs. Simon, még 2 perce van a rendes játékidőből a Pelszotulnak, hogy egyenlítsen. Simon jól tartotta a labdát, aztán őt tartották fel. Horváth Péter. Kockázatos, de már a kapus is előrébb jön. Kőkemény odalépés. Somogyi Szabolcstól, de nem szabálytalan. Bedobás. Kalapács. Simon. Lövésre biztatták. Lőtt is. Nem jó. Béres. Rehák. Most már az idővel is játszik a döcös, de jól játszik elől. Az más kérdés, hogy elvesztették a labdát. Béres nem cifrázta. Jónás, nagy hiba, jött a kapus, és javítja a közös hibát, mert azért neki sem biztos, hogy kellett volna. Ez viszont így 2 perces kiállítás, mert kézzel ért hozzá a büntető területen belül.
sőt aztán a piros lapot is felmutatta a játékvezető, ami ugye a végleges kizárás. Hát amúgy sem jöhetne vissza, hiszen nincs már hátra 2 perc a mérkőzésből. A pirosat alig, hanem szövegelésért kapta. A Pelszotul egyébként kiválóan védő kapusa. Hát ez most eldöntheti a meccset. Vészkapust kell beállítani a kapuba. Kéri Péter lesz az, aki fölvesz egy eltérő színű melegítő felsőt. Hát néhány apróságot ki kell venni a zsebéből. Nem tenne jót a mobiltelefonnak, hogyha eltalálna egy labda. Ez már az utolsó perc. Persze nyilván lesz egy kis hosszabbítás a Macera miatt. Emberelőnyben a Döcös, és ez most már nyugodtan be is húzhatja a meccset. És nincs hosszabbítás, így aztán le is járt ezzel a kispurparléval az idő. Az első osztály második fordulójának rangadóján tehát megszerezte első győzelmét a bajnoki címvédő Döcös, a Pelszotul pedig egy 7-0-ás győzelem után egy minimális verességgel folytatta. Remélem jól szórakoztak. Mi is folytatjuk majd közvetítéseinket az Alba Ligából, viszontlátásra!